nem úgy működik, ahogy kellene neki, nem tudja azt, ami a leírásában szerepel, gyakran meghibásodik. Jellemzően ilyen dolgok miatt szoktunk megválni műszaki cikkeinktől, ha nem vagyunk elégedettek velük. Ha jogos a panaszunk, jó esetben meg tudunk állapodni a kereskedővel az ügy rendezéséről, amennyiben azonban nem járunk sikerre, még mindig van rá módunk, hogy igényünk meghallgatásra találjon. Ez esetben a békéltető testülethez fordulhatunk, amely megyei szervezetein keresztül segíti a fogyasztókat érdekeik érvényesítésében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alternatív vitarendezési fórumnál tavaly 157 volt a befejezett eljárások száma. Ezek 40%-a szolgáltatásokat, 60%-a termékeket érintette. Utóbbiaknál a cipőszabatossági ügyek fordultak elő a leggyakrabban, előbbiek közül pedig a különféle postai és távközlési, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok. Jelentősen megnőtt, gondolom, hogy ez a pandémia helyzet miatt is, az internettel kapcsolatos panaszoknak a száma. Ez az összes ügyünknek több mint a negyedét tette ki az elmúlt évben. Itt nem győzöm mindig felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy nem elég, hogyha az interneten a honlapon.hu a végződése egy webáruháznak, minden esetben győződjenek meg arról, hogy Magyarországon bejegyzett cégről van ez szó, mert csak abban az esetben tudunk segíteni, ha probléma van. Az ügyek nagy része eredményesen zárult. Kétharmaduknál érdemi döntés, egyesség vagy ajánlás született. A többinél sok esetben azért nem, mert a fogyasztói panasz nem volt megalapozott. Az elutasított ügyek a benyújtott panaszok közel harmadát tették ki. Van, amikor a fogyasztó szubjektív módon úgy érzi, hogy neki igaza van, minden jogszabálytól függetlenül, és ebben az esetben nem ismeri el azt, hogy lényegében ő is hibás azért, hogy ez az ügy egyáltalán létrejött, vagy úgy jött létre, hogy ő ezt elindította. A másik eset viszont, amikor nem kellően körültekintő a fogyasztó, a testület csak bizonyított ügyekben tud pozitív határozatot hozni, ilyen esetben is el kell utasítanunk a fogyasztói panaszt. Ahhoz, hogy eljárás induljon, a fogyasztónak előbb a kereskedővel kell megpróbálni rendezni a panaszát. Ha ez nem vezet eredményre, vagy nem úgy, ahogy szerette volna, írásban fordulhat a békéltető testülethez. A kérelemhez az ügyben keletkezett összes dokumentumot mellékelnie kell, amellyel bizonyítani tudja az állítását. Ha a testület mindent rendben talál, 60 napon belül tűzhet ki meghallgatást szóban vagy írásban, amely során mindkét felet megkérdezi, ezt követően születik határozat, az érintetteket pedig 30 napon belül értesítik.